Újra nyithattak az éttermek és bárok Olaszországban hétfőn. Itália egyes részein megrohamozták a vendéglátóhelyeket, de Róma idegenforgalmi negyedeiben üresen maradtak a teraszok. Az is probléma, hogy akik a lezárás alatt túl sok adósságot halmoztak fel, nem tudják kifizetni a nyitáshoz szükséges beszállítót és munkaerőt. Vioncheri két római éttermet is vezet. Szerinte turisták nélkül nem lehet igazi újranyitásról beszélni, mert idegenforgalom nélkül nem érhető el a járvány előtti bevétel, pedig az adósságok miatt nagy szükség van a nyereségre. Róma egyik reprezentatív tere, a máskor zsúfolt Piazza Navona most üresen kong, a teraszokra is alig tér be valaki. Egyetlen vendéglátóhely nyitott ki a téren. A korábban itt dolgozó 35 alkalmazottból elég volt kettőt felvenni, olyan gyér a forgalom. Mauro Pizzuti étterem vezető mégis fontosnak érezte, hogy kinyissanak, mert az már önmagában egy üzenet a helyi vendégek felé, hogy ismét terítő került az asztalra. Az első nap azonban veszteséges. A vendéglátóhelyek reggel 5-től este 6-ig lehetnek nyitva. Mauro Pizzuti szerint hosszabb nyitvatartás segíthetne azokon az éttermeken és bárokon, ahol olyan gyér a forgalom, mint a Piazza Navonán. Azok az éttermek és bárok jártak jól a nyitással, amik korábban is népszerűek voltak a helyiek körében. Egy római fiatal nő nagyon örül a korlátozások enyhítésének, sokaknak nehéz volt a hosszú bezártság. Az olasz egészségügyi miniszter óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy az enyhítés nem azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Két hetente a járványügyi adatok alapján döntenek majd, hogy lehet-e tovább lazítani, vagy ismét szigorítani kell.